Sziasztok, Újvári Ádám vagyok, és beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan ne szokjunk el a felszerelésünktől. A videót egy híres francia lovag történetével kezdeném. Jean Le Mangri II ezen a néven a 14. század második felében született, és úgy tartották, hogy ő volt korának legkeményebb lovagja, akinek fizikailag nem volt párja. Igazi kóborlovag volt egészen addig, amíg nem lett Franciaország marsallja. Harcolt velünk, magyarokkal a török ellen, megjárta a Szentföldet, küzdött a pogány litvánokkal a német lovagrend mellett, részt vett az Azsinkurti csatában. Viszont én most nem a harctéri tetteiről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy mindezek mellett miért volt ő korának egyik legkeményebb lovagja. A korabeli források hihetetlen dolgokat mesélnek róla és az erejéről, mintha meg sem érezte volna a roppant páncélját. Ezt olyan kunsztokkal bizonyította mások előtt, mint páncélban felpattanni csataménre, vagy a várfalnak neki támasztott létrára a belső oldalán felmászni csak a karjai segítségével. De nem csak ilyen mutatványokat csinált, hanem komolyan foglalkozott azzal is, hogy minél jobban hozzászokjon a páncélhoz és az abban való mozgáshoz, harchoz. Hosszú túrákat tett páncélban, illetve futott, hogy minél tovább bírja levegővel. Fejszével és kalapáccsal gyakorolt, szintén bevasalva. És a legszebb, táncolt. Igen, táncolt páncélban. A kortársai úgy tartották, hogy nem volt fizikailag párja ebben az időszakban, és nem véletlenül. Visszatérve arra, hogy hogyan ne szokjunk el a felszerelésünktől mi most sem, mikor nincsenek edzéseink? Hát tanuljunk a lovaktól. Túrázzunk vasban, cölöpözzünk vasban. Árnyékoljunk, gyakoroljuk a lábmunkát páncélban. Legalább heti egyszer vegyük fel a felszerelést, hogy ne szokjunk el tőle. Építsük ezt is be a rutinunkba, de változatos módon legyünk kreatívok. A cölöpözés, a lábmunka, a futás elég egyértelmű, de miért jó a túrázás? Terheléssel, keményebb terepen való túrázás nem véletlenül része minden komolyabb modern katonai kiképzésnek. Erősíti a szívet, több kalóriát éget, mint a sima gyaloglás, és tovább lehet bírni, mint a futást. Kevésbé veszi igénybe a testet, mint a futás, illetve a súly miatt erősebbé tesz, edzi a tartóizmokat. Amerikában kifejezetten nagy divat lett, mint sport, keressetek rá a racking kifejezésre. Irány a természet, jót tesz a testnek és a léleknek is. A videó leírásába kiraktam erről is egy cikket, illetve Jean életéről is. Jó olvasást, sziasztok!